Jazz együttes 1992-ben alakult, mint ilyen próba jazz zenekar, mint kettelésből főként. Látszik is mindannyiunkon ilyen meglett rockzenészek vagyunk, voltunk, leszünk majd, ki tudja. És hát azóta próbálkozunk ilyesmikkel, ilyen jazz zenélés, és nem tudom, valami kis fejlődés biztos hallatszik. Megkérlek téged is, Vince, te mint valójában rockzenész, ugye rockzenész vagy, hogyan keveredtél ebbe a műfajba? Hogyan jutottál a jazz műfajig? Hát, Veres Gyula cimborámnak köszönhetem ezt a részét, nem tudok más mondani. Belevitt az erdőbe, azt is mondhatnám. Gyula, mit jelent neked a jazz? Hát most erre valami nagyon nagy dolgot kéne mondani, bár nem fogok semmi okosat mondani. A jazz az egy dolog, egy marha jó dolog, improvizatív, szabad, ennyi. Hát a Porridge Jazz-szel egyelőre próbálkozunk itt egy klubot létrehozni. Ugye minden második vasárnap lenne itt ilyen jazzest, vagy hogy ahol élőzene is lenne, ilyen meghívott vendégekkel, valamint pedig a Hajdó Pisti barátunk nyomatna egy-két ilyen jazz különlegességet a saját kedvenceiből. Aztán, hogy mi lesz belőle, azt nem tudom.